Poslan sam da ti govorim i da ti ovo blagovestim. Énekszó csendült fel a Rácz utcában szombaton délelőtt. Szent Iván napi búcsúra várták a híveket a szerb ortodox templomban. Ez az egyik legnagyobb ünnepe a székesfehérvári szerbségnek, sőt, merem azt mondani, Székesfehérvár vonzás körzetébe a szerb nemzetiségieknek. Ilyenkor találkoznak a különböző családok, például a mi családunkot, ha vesszük, érkeztek hozzánk, nem túl nagy távolság, csak idő, Dunaújvárosból, Dunapenteléről, Szászhalombattáról és Lórérvel. A hagyományokhoz hűen ilyenkor szent liturgiával kezdődik az esemény a székesfehérvári szerb ortodox templom védőszentjének, Szent Ivánnak ünnepe, azaz a helyi egyházközség legnagyobb eseménye. De a szerb nemzetiségűek az elmúlt időszakban máshol is találkozhattak és be is mutatkozhattak Fehérváron. Szent Iván keresztelő Szent János születésének a napját ünnepeljük mi, csak egy kicsikét furcsa, aki így nem tájékozott a naptárakban, mi egyházi szempontból a Julianus naptárat használjuk, nem a Gergely naptárat, ezért van a 13 nap eltérés. És hogy azért megünnepeljük mindent, egyik ünnepet, kapura jött nekünk a múzeumok éjszakája és a Tűzzel-Vassal fesztivál. Ott is részt vettünk különböző kultúrműsorokkal. Az összegyűlt közösség tagjai előtt, ahogyan minden évben, ezúttal is újra felszentelték a templomot.